A műsor fő támogatója a BMW, a Magyar Suzuki ZRT, valamint magyarországi hivatalos finanszírozási partnerük a Mercantil Bank. Támogató KSR Motor Magyarország, Motostar, az Alpine Stars magyarországi hivatalos forgalmazója, Fogt Motor, a Shark Sisakok magyarországi hivatalos forgalmazója, szakmai partnerünk a Magyar Motorkerékpár Szakközépiskola és Szakgimnázium. Kava Z900RS. Dani volt, aki kipróbálta ezt a motort. Elég érdekes előélete van ennek a motornak. Tekinthető a Z1-es reinkarnációjának, amit ugye a Kawasaki az 70-es évek elején adott ki, és ez abban az időben ez a sor 4-es az mindent vitt, tehát az a teljesítmény és brutális erő az akkoriban ismeretlen volt, illetve kimagaslott ugye a konkurencia közül. Most úgy döntött a Kawasaki ugye, hogy ezt visszahozzák, és hát nagyon, nagyon szépen sikerült hozni a formavilágot, illetve ez a feláras fényezés, ez konkrétan pontosan ugyanaz a fényezés, amit ugye a Z1-es is kapott annó. Itt egy kis huncut Z betű el van dugva a villahíd mögött, tehát tényleg nagyon igényesen meg lehet csinálni. Ez egyébként nem tudom mennyire látszik, de ez egy metál barna fényezés egyébként. Egy kis narancssal beütve, a vagy jó arany. Pontosan. Ez az idejében sajnos már nincsen palettán, ez a szín kombinációból lett egy zöld-sárga verzió, az is nagyon szép, ez egy pici felárral jár, viszont ehhez járnak ezek a gyönyörű szálcsiszolt küllős felnik is, amik ugye hát nem olyan drótküllősek, mint annó volt ugye az E1-es, de szerintem a kor miatt elnézhetjük, hogy most már nem fűzött hát, felnivel jött. Mondhatjuk, hogy fejlődött a technológia, meg a technika, és vannak olyan igények, amit nem lehet átugrani. Ez az old school kinézet, ez abszolút csalóka, mert egy nagyon, nagyon profi és technikailag magas szintű motort kapunk ezért a pénzért cserébe, amit ott hagyunk a márka kereskedésben. Ez mit jelent? Hát ez azért 4 fölött van jóval. Tehát ezt most mindenkinek saját tiszta eldönteni, hogy ez sok vagy kevés. Az biztos, hogy technikailag hogy mondjam, indokolt, illetve hát a motornak a kinézete is. Azért tudjuk jól, hogy mostanában a gyártók eléggé rámentek a retro vonalra, de én azt mondom, hogy ez az egyik, ha nem a legjobban sikerült utánérzés ebből. Idén azt hiszem találkoztunk jó pár motorral, talán egyről vagy kettőről tudjuk azt mondani, hogy sikerült egy olyan mércét fölállítani, amire azt mondom, hogy ténylegesen hozza azt a formát, amit az ember elvár egy retro motortól. Te az árról kezdtél el beszélni, én magára a technikára gondoltam, ami itt van az üzemanyag tartály alatt. Igen, hát ez a 950-es blokkja, ugye a sor 4-es a Kawasakinak. Nem meglepő módon a névből is ki lehet találni, ez az Z900-asból származik ugye ez a blokk, tehát az Z900-asukban is ez a szívdobog. Annyi különbséggel, hogy vesztettünk egy 14 lóerőt az Z900-hoz képest, tehát ez a 125 ló helyett csak 111-et tud, de senkinek nem fog hiányozni, ezt meg tudom ígérni, ugyanis cserébe elég komoly nyomatékot és harapóságot kaptunk ezzel az Z900RS-sel. Ez annyit jelent a gyakorlatban, hogy 2000-es fordulat fölött tényleg nagyon vehemensen megindul, és hogyha kiforgatjuk ugye itt a 10000-es piros zónáig, akkor bizony azért nehéz lett lépést tartani ezzel a motorral. Szélvédelem az látható, hogy nem igazán van rajta, viszont ennek ellenére ez az óra csoport úgy lett megtervezve, hogy egy, ugye sajnos autópályázni is kellett vele, úgyhogy egy több mint 100 kilométert mentem vele autópályán. Egy 120-at azt azért lehet vele tartani, a fölött azért az már inkább nyakizomedzésnek minősül. Beviszik a szélcsatornába, és ugye ott azért tesztelgetik, tehát gondolom, hogy itt azért az autópályás használatra is gondoltak. Hát te egy kicsit magasabb vagy ezek szerint, tehát nálad a 130 az nem megy, csak a 120. Így van, viszont ragadjunk is meg egy kicsit az óracsoportnál, mert ez gyönyörű szépen megint csak hozza ezt az old school dizájnt. Ugye megvan a két szép kerek óránk, ahogy az régen szokásos volt, bal oldalt a kilométer per óra, jobb oldalt pedig ugye a fordulatszám, illetve a közte lévő részben gyönyörűen beintegrálta a Kawasaki ugye a kornak megfelelő LCD kijelzőt. Ugye elektronikában ez azért nincsen túl misztifikálva ez a motor, ami jó is így egyébként, de mi az, ami segít? Kipörgés gátló van benne egyedül, ugye a most már kötelező és szokásos ABS-en kívül. Az három állás van, egy kikapcsolt, egyes, kettes, azokat tudjuk módosítgatni, és innentől kezdve nincsenek üzemmódok benne, nincsen teljesítménykorlátozós mód, nincs semmi, hát nekünk kell odafigyelni arra, hogy minden rendben legyen. Na most a krómozott alkatrészek ugye van rajta az is, és ami nagyon tetszett ebben a motorban, illetve az összes motorban, ez mindig nagyon tetszik, amikor valami pontosan az, aminek látszik.
Tehát most itt például az első sárvédő felfogatása, az nem egy fémnek látszó műanyag, hanem az fém. Nekem egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy ugye általában pont ez az old school dizájnú kerek tükör, ugye, ami passzolnak ezekhez a motorokhoz, az sajnos erősen a használhatóság rovására szokott menni, na itt nem. Tehát ezt tökéletesen be tudtam úgy állítani, hogy éppen hogy a könyököm vagy a vállam sarka látszik benne, hátra is látsz benne, magad mellé is látsz benne, úgyhogy le a kalappal ezt ilyen jól kerek tükör megoldást én még nem tapasztaltam. Ott gyakorlatilag a kezelőszervek tökéletesen működnek, itt állítható a kuplunkar is és a fékkar is, úgyhogy innentől kezdve gyakorlatilag bármelyiket a saját kezünkhöz tudjuk lőni. Első futómű. Hát első és hátsó együtt, azt kell, hogy mondjam, hogy ebbe is ugye a Kawasaki kitett magáért, mert egy nagyon komoly első futóművet tettek ugye a motor alá, állítható minden paraméterében, amire szerintem egyébként nincs is szükség, mert nagyon rég motoroztam olyan motorral, ami legalábbis a magyarországi viszonyokhoz képest ennyire kompromisszumos, nagyon jó beállítással rendelkezik gyárilag, nem túl puha, nem túl kemény, egy kicsit komolyabb, keményebb szerpentinezésen is teljes mértékben helytáll ezzel a gyári beállítással, de az út egyenetlenségeket is gyönyörűen kivasalja, ami egyébként, ha már a kanyargásról van szó, borzasztó élvezetes ezzel a motorral, viszont sajnos az alacsonyra helyezett láttartók azok ennek indokolatlanul hamar véget vetnek a lelkes döntögetésnek, mert elég hamar leér bizony a lábtartó, vagy az embernek a lába, hogyha nem jól tartja. De a hátsó futómű az szintén pariban van az elsővel, ott nincsen nyállítási lehetőség, illetve hát ugye most is elhagyta a Kawasaki, tehát ugye látszik az, hogy az old school, nagyon klasszikus megoldások helyett azért próbálták ugye a kornak megfelelő megoldásokat betenni. Itt a Kawasakinak ez a gyakorlatilag viszintes hátsó rúgós tagja van benne hátul, nem a két oldali, ugye, ami lett volna ugye a nagyon autentikus. Az üléspozíció az rettentő kényelmes, tehát gyönyörűen tényleg a legklasszikusabb testpozícióban lehet rajta ülni. Ami viszont még ennél is jobban esett nekem, az az ülés. Én ennyire kényelmes ülésen nem tudom, mikor ültem utoljára. És tekintve az 5,2-5,5 literes fogyasztását, meg a tank méretét, ez ilyen 250-300 km elég. Ne is keressünk, és szerintem ne is tegyünk rá semmiféle csomagtartót. Ezzel két napot úgy simán lehoztam, hogy egy hengerzsákot ide lehet gumipókozni. Felfogató pontokat bőven ellátta a Kawasaki. Én nem verném nagyon a dizájnt egy bármilyen jellegű táskával sem. Illetve hát igazából még a hátsó részre annyit tudok mondani, illetve mert ez a hűtőre is vonatkozik, hogy az összes részlet tényleg látszik, hogy dolgoztak vele, gondolkodtak rajta, hogy lehet szép. Ez a két részlet, ami nem annyira sikerült, de hát azért ne legyünk igazságtalanok, ugye a hűtőket egy naked bike-on, pláne egy klasszik verzión azért nem nagyon tudják megoldani sosem szépen, vagy úgy, hogy az illeszkedjen ugye gördülékenyen a dizájnba. A hátsó lengővilla az meg hát olyan, amilyen, nem egy zárt szelvény azért, tehát azért annál messze jobban néz ki. Jutottak. Igen, de azért azon is lehetett volna még egy kicsit dolgozni. Világítás. Teljesen ledes az egész, ebbe is követi ugye a kornak a követelményeit. Az első lámpája az például nagyon vicces abból a szempontból, hogy egy teljesen retro kereklámpáról beszélünk, mégis ugye a ledes belseje miatt, és össze lehet egyeztetni a kettőt, tehát ez az, amelyik némelyik gyártónak nem mindig sikerül, ugye, hogy attól, hogy valami ilyen old school dizájnnal rendelkezik, attól még tud jól kinézni a mai kornak megfelelő technikai. Hát erre mondják azt, hogy vették a fáradtságot, hogy foglalkozzanak vele, és nem az volt, hogy valamit levettek a polcról, és megpróbálták rá erőszakolni. Pontosan. Kinek ajánlom? Hát biztos vagyok benne, hogy sok olyan motoros van, akinek ez az E1-es szó eleve egyből megdobogtatja a szívét, mert amikor ő volt mondjuk fiatal, vagy vette a motorját, akkoriban az egy nagyon nagy szó volt, tehát azt gondolom, hogy sokkal több ember vágyott rá, mint ahány meg tudta magának engedni. Értem a célzást. Ez egy nagyon jó visszakacsintás arra az időszakra, úgyhogy ha valaki tényleg csak a szószoros értelmében kellemeset motorozni szeretne, amire ez nagyon-nagyon alkalmas ez a motor,
akkor mindenképp azt mondom, hogy érdemes rá beruházni, mert lehet, hogy nem olcsó, ennél biztos, hogy vannak, sőt tudom, hogy vannak olcsóbb ilyen közel ezres naked bike-ok ebbe az old school kategóriába, de ez azért azoknál egy kicsivel többet ad, illetve ennek van egy olyan őse ennek a motornak, ami mellé állítva gyakorlatilag laikusként biztos, hogy össze lehetne keverni a kettőt. A műsor fő támogatója a BMW, a Magyar Suzuki ZRT, valamint magyarországi hivatalos finanszírozási partnerük a Mercantil Bank. Támogató KSR Moto Magyarország, Motostar az Alpine Stars magyarországi hivatalos forgalmazója, Fogt Motor a Shark Sisakok magyarországi hivatalos forgalmazója, szakmai partnerünk a Magyar Motorkerékpár Szakközépiskolai Szakgimnázium.